Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dömötör Csaba, a magyar parlament képviselője, parlamenti államtitkár, a miniszterelnök hivatalnak és miniszter helyettes. Szép jó reggelt kívánok! Köszönöm, reggelt, hogy kívánok. Elfogadta meghívásunkat. Beszéljünk pár szót a költségvetésről, hisz ugyanez már lassan egy hete lesz, hogy elfogadták, de költségvetés költségvetést követ. Először beszéljünk a miénkről, és a másik miénkről, hisz az Európai Unió teljes jogú tagállama vagyunk, és hogy a nemzetközi médiát olvasom, most én éppen átmentem egy aggódó zsidóba, hogy valaki beleszólhat abba, hogy mi éppen hogy rendezünk az életünket, és a számunkra biztos költségvetést ez befolyásolhatja, vagy sem. Kezdjünk a magyar költségvetéssel. Érdemes, igen. Zajlanak az események, mert múlt héten elfogadtuk a saját költségvetésünket, a hazai költségvetést, és most jön egy következő nagy csata, ami pedig az uniós költségvetésről szól. Közeledik az uniós csúcs. Ön is csatának nevezte. Miért kell, hogy ez csata legyen? Tehát miért kell, hogy mi energiát veszítsünk? Miért kell az, hogy egy ilyen 68 éves öreg zsidó, mint én, egy pillantra aggódjon, hogy azért, mert ilyen kormányt választottunk, vagy olyan kormányt, ebbe bele lehessen szólni. Tehát a költségvetés az nem politikai választás függménye kell, hogy legyen. Vagy én értettem ezt félre? A költségvetés talán nem. Nyilvánvalóan politikai csatára utalunk, ahol is a hazai, tehát a magyar nemzeti költségvetésre vonatkozó politikai küzdelem az szerintem kisebb volt, mint amilyen lesz az uniós költségvetésre vonatkozó. Beszélek. De miért is? Azért elsősorban, mert alapjaiban változik az uniós költségvetés számos tényező miatt. Egyrészt ugye a britek távoznak, másrészt pedig az unióban is van egy szándék arra vonatkozóan, hogy tükrözze az új helyzetet a következő költségvetés, és valójában nem egy nagy pénzügyi csomagról kell megállapodást kötni, hanem egyrészt a 7 éves költségvetésről, a 2021-27-esről, másrészt pedig az új járvány miatt, kialakult helyzet miatt egy ilyen pénzügyi mentőcsomagról is döntést kell hozni, és ez a kettő dolog értelemszerűen összefügg, és nekünk azért nem mindegy ezen vita, akkor nevezzük vitának kimenetele, mert fennáll a gyanúja annak, hogy méltánytalanság érheti a kelet-európai országokat, mert miközben az elmúlt években fegyelmezetten gazdálkodtunk, a pénzügyeinket rendben tartottuk, csökkentettük az államadósságot, igyekeztünk nem függni másoktól, de mégiscsak mögöttünk van 40 év kommunizmus, annak minden következményével. Fennáll a veszélye annak... Én szocializmusnak hívnám, kommunizmus csak a Szovjetunióban volt, nem? Egy másik műsorban belemehetünk a különbségtételbe. Én kommunizmusnak nevezném, ezért hogy mégiscsak elkoboztak vagyonokat, tehát nem egy puha szocializmus. Miért elkoboztak, csak nem engedték, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy akar. Hát az én családom tudna ellenkező példát mondani erre, de nem is ez a lényeg itt, hanem az, hogy miközben a kelet-európai térség államai nagyon fegyelmezetten gazdálkodtak. Gazdasági növekedést, az uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedést mutattak fel. Most mégis abba az irányba megy a gondolkodás, hogy inkább a délieket segítenék meg jobban. Tehát azokat, akik egyébként is gazdagabbak a mi régiunk országaihoz képest, és azért ennek van egy méltánytalansági kockázata. Úgyhogy magunkért ki kell állni. Én meg kell, hogy szakítsam, én nem értem. Amikor Magyarország belépett az Unióba, minden új tag egyenjogú a régiekkel. Tehát a római szerződés tagállamai, akik a közös piacban voltak, miért lennének mások, miért kapnának más elbánást? Tehát abból induljunk ki, hogy mindenki egyenlő. Hát abból induljunk ki, hogyha a szlogenekről van szó, de a költségvetési vita, főleg, hogyha a 7 éves keretekről van szó, néha más képet mutat. De egyébként mondhatok más példát is. Hát emlékezzünk arra, hogy amikor mi csatlakoztunk 2004-ben, jó pár támogatás esetében, például az agrártámogatások esetében, hosszú évekig nem kaptuk meg ugyanazt a támogatási szintet, mint amit más tagországok megkaptak. De miért nem? Jó pár évnek el kellett telnie. Így született megállapodás, az már gyakorlatilag a történelem része, hogy
miért születhetett ilyen megállapodás, de attól még tény, hogy nagyon sok területen nem kaptuk meg ugyanazt a támogatást, és most az a veszély áll fönt, hogy miközben már megkaphatnánk ugyanazt a szintet, most új mutatószámokat vezetnek be, új szempontokat, például a jogállamisági szempont, amire gyakran hivatkoznak, az ugyanide tartozik. Tehát fennáll a veszély annak, hogy a jogállamiságra való hivatkozással megpróbálják csökkenteni a kelet-európai országoknak szánt támogatásokat. Amikkel kapcsolatban azért szögezzük le, hogy nem kegyelem adományok, nem valamiféle alamizsna, hanem a tagja egy kompenzáció azért, mert a saját piacainkat megnyitottuk, annak egyébként minden következményével. Nem egy biztosíték nekünk arra, hogy a németek a soros elnökök, és azért ők megpróbálnak precízek lenni és odafigyelni az egyenjogúságra? Bízunk ebben, de azért észnél kell lenni, mert nem szeretnénk balekok lenni, tehát az nem lenne jó, hogyha arányaiban azok kapnának nagyobb támogatást, akik egyébként is gazdagabbak nálunk, történelmi okokból. De miért kaphatnánk, mind a 27 tagállam vezetőjének ugyanannyit ér a voksa, akkor azt mondjuk, hogy vétó. A voksa ugyanannyit ér, tehát mindenkinek van lehetősége vétózni, de nekünk azért figyelembe kell venni, hogy van-e olyan kérdés, amiben konszenzus alakul ki. Márpedig a V4-ekkel kialakult. Nem? A V4-ekkel kialakult, illetve a hitelfelvétel ügyében. Ugye van egy 750 milliárdos nagy csomag, aminek egy része euróban, aminek egy része visszanemtérítendő támogatás, a másik része pedig hitel. És nagyjából egy kialakulóban lévő konszenzus van abban, hogy ezt el kellene fogadni. Mi alkatilag idegenkedünk az ilyen nagy volumenű hitelfelvételtől, de azt tudjuk, hogy a déli országok nagyon rossz helyzetben vannak. Tehát például a következő évre 20%-os munkanélküliséget jósolnak egyes déli országokban. Nagyon sok déli országban az államadósság mértéke meghaladta a 100%-ot. Tehát gyakorlatilag a gazdasági önállóságuk veszélyben forog. Tehát egyetértés mutatkozik abban, hogy egy nagy hitelcsomaggal kellene őket megsegíteni. A kérdés az, hogy ezért a nagy hitelfelvételért hogyan vállaljuk a felelősséget. És az is az asztalon van, hogy először az unió történetében az uniós tagországok együttesen vállalnak ezért a hitelért ez egy pozitív lépés, felelősséget. Hát honnan nézzük? A déliek nagyon örülnek neki. Erre mondom én azt, hogy mi azért nagy óvatossággal szemléljük az ilyen típusú terveket. Egyébként érdemes megnézni majd a részleteit is. Tehát például, hogyha közösen veszünk fel hitelt, akkor van-e lehetőség arra, hogy lecseréljünk meglévő hiteleket, hogy mondjuk a kamatterhet csökkentsük a következő évek költségvetéseiben. Én amikor költségvetésről beszélek, akkor mindig leszűkítem egy család költségvetésére. És hogyha én föl tudok venni, nem szoktam fölvenni hiteleket, mert én egy olyan országban szocializálódtam, ahol, hogyha az ember hitelt vesz föl, akkor azt ki kell fizetni, mert ha nem fizeti, akkor annak nagyon komoly következményei vannak, és utána nem jön állambácsi, és nem ment meg. Ez egy zárójeles megjegyzés volt. Viszont, hogyha gazdasági szempontokat veszek, és az ön vonalát, akkor, hogyha egy nagyobb kölcsön tudok fölvenni, és ebből, és annak a törlesztése jobb, akkor meg kell szüntetni az előző hiteleket. Miért ne lenne ez így? Erre mondom én, hogy meg kell nézni a részleteket, hogy mire lehet felhasználni ezt a nagy hitelcsomagot. Járhat jobban a magyar költségvetés is azzal, hogyha a lehetőségek egy részével élünk, de az ördög a részletekben rejlik. Most remélhetőleg megszületik egy megállapodás, de a megállapodás tényénél azért fontosabb az, hogy számunkra jó megállapodás szülessen. Ez vagy bekövetkezik a mostani uniós csúcson, vagy nem. Ezt még egyelőre nem tudjuk megmondani. Minden tagországnak vétójoga van. Próbálja nekem megmagyarázni, mert ön nem csak egy közalkalmazott, hanem parlamenti képviselő is, meg mint miniszter helyettes. Amikor látom, mi szoktuk közvetíteni a parlamenti jeleneteket is, meg egyáltalán az egészet, hagy tudja meg a néző otthon, hogy hol él, és hogy ki képviseli, vagy ki nem képviseli őt. Tehát ön ebbe ott van. Nem csak gazdaságilag, hanem társadalmilag is. Hogy lehetne ezeket a különbségeket és az adok-veszeket félretenni, és akkor egy példával élek. Teljes felháborodás volt, és jogállamiság emlegetése akkor, amikor a
magyar kormány egy bizonyos állapotban úgy döntött, hogy akkor megszavazzák, vagy nem szavazzák, nem kell hozzá a parlament. A zsidó államban közel-kelet egyetlen demokratikus államában most pont ez van, és az ellenzéknek eszébe nem jut ágálni és erre időt pazarolni, mert ha vészhelyzet van, és ott most vészhelyzet van, ami holnap nálunk is lehet, hisz a vírusok, hogyha jól tudom, akkor nem ismernek határokat vagy politikai beállítottságot, akkor ők ezt tudomásul vették, és azt mondták, hogy oké, majd utána ellenőrizzük, számon kérünk, akkor miért nem lehet nálunk is valami olyasmi, hogy egy kicsit közeledjünk egymáshoz? Hát arra én nem tudok válaszolni, hogy az ellenzék... Ön hajlandó lenne közeledni az ellenzékhez? Hát hogyha végig gondolom az elmúlt heteinket, számos esetben a kormány a kinyújtott kéz politikáját alkalmazta. És én sajnálom, hogy az ellenzék nem fogadta el. Ők föl vannak háborodva, mert 800 módosító javaslatuk volt, és azt állítják, hogy önök egyre ami több figyelte. Ezer milliárddal adósította volna el az országot, hogyha megszavaztuk volna. Tehát nem járok foci meccsre, könnyű kintről bekiabálni, hogy mit csináljunk a labdával. A világon, hogyha a rendkívüli veszélyhelyzet ügyét nézem. Ugye egy olyan megoldásról van szó, amely, mint ön is említette, más országokban is bevett gyakorlat. A kormány az elejétől kezdve világosan elmondta, addig áll majd fönn, amíg a járványhelyzet azt indokolja. Az ellenzék 90 napot követett, bocsánat, annál talán hosszabbat, és végül hamarabb adta vissza a kormány a rendkívüli jogosítványokat, és csak és kizárólag a járvánnyal összefüggő intézkedésekre használta. Mindeközben az ellenzéket ez nem akadályozta abban, hogy kimenjen külföldre és mindenféle valótlanságot állítson. Így jelenhetett meg a CNN-en az a blödség, hogy Magyarországon nem ülésezik a parlament. Aztán közben az ellenzéki képviselők mindvégig részt vettek a parlamenten. Ezzel közvetítettük a nem létező parlamenti közvetítéseket, de én azt hiszem, hogy ez a médiumnak a felelőssége, hogy hülyeségeket ne vegyen át. Köszönet érte, a felelősség ügyében egyetértek. Egyébként meg sajnálom, hogy így alakult. És hogyha azt kérdezi, hogy miért alakult így, a hétfői napokon végülöm a vitákat, és azt látom, az az érzésem, hogy az ellenzéki politikájában egy közös elem van, az, hogyha a kormány mond valamiben pluszt, akkor ők mínuszt mondanak. Függetlenül attól, hogy annak egyébként van-e értelme, a mi értelmezésünkben. Természetesen, amikor a kormány előterjeszt valamit, annak van értelme. Azzal lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni. De azért a járvány elleni küzdelemben olyan intézkedésekről volt szó, amiben azért egészségszakmai értelemben konszenzus volt. És ennek ellenére az ellenzék nem szavazta meg ezeket az intézkedéseket, hanem valótlanságokat állítottak a halálozási adatokkal kapcsolatban, vagy a védőfelszerelésekkel kapcsolatban. Mennyire méltatlan volt, amikor az egyik baloldali képviselő a német köztévének azt mondta, hogy nem jut az orvosoknak védőfelszerelés, úgyhogy az intézményvezetőnek kellett helyre tennie. Egy volt, vagy jelenleg jobbikos képviselő, ezt nehéz követni, elment a Ján Ferenc kórházba. A jobbikos képviselők nem a vendégeim, úgyhogy... A látogatói felszerelésről állította azt, védőfelszerelésről, hogy az orvosok használják, az érintett egészségügyi intézmény azóta is várja a bocsánatkérést, és ami éppennyire fájó, hogy a védekezésben résztvevő szakembereket is végigtámadták. Szerintem ez nem fér bele. Mert nekünk... Bírnunk kell a nyilakat a parlamentben is, nekem nincsen azzal a problémám, ha kemény viták vannak a parlamentben, nekünk ez a munkaköri leírásunk része, de az, hogy az egészségügyi védekezésben résztvevő szakembereket támadják, például Müller Ceciliát, az nem fér bele. Na de a műsoridőnk már régen lejárt, de ön egy nemzeti érzelmű magyar állampolgár. Tesz-e azért valamit, hogy ez az árok egy kicsit szűküljön? Tehát engem például, aki nem vagyok kevésbé nemzeti érzelmű, és ez a hazám, nekem van még egy választott hazám is, ahol szocializálódtam, és mindkét helyen iszonyú fontos számomra, hogy az emberek nem kell ugyanazt gondolják, de hát ugyanolyan érték szerint éljenek, mert haza az fontos kell, hogy mindenkinek legyen. Hát nézze, azzal tud tenni a nemzeti egységért leginkább a kormány, ha olyan javaslatokat tesz le az asztalra, amelyeket párthovatartozástól függetlenül mindenki támogathat. És sok ilyen van. Tehát én nem értem, hogy a munkahely védő bértámogatást, a munkahely teremtő bértámogatást, a kutatás fejlesztési bértámogatást,
azt miért ne tudná a baloldali ellenzék, amelyik egyébként a szociális érzékenységre hivatkozik, megtámogatni? Vagy miért támogatják azt a csomagot, gazdaságvédelmi csomagot, amiben például a hiteltörlesztések felfüggesztése is benne van, amit egyébként korábban ők is követeltek a parlamentben. Na, erre mondom én azt, hogy az az érzésem, hogy csupán azért, mert a kormány javasolja, ezért van az, hogy ők egy vaskos nemet mondanak rá, nem azért, mert a tartalmát jónak vagy rossznak tekintik. Tehát egy dolog köti őket össze, a kormány, illetve a miniszterelnök iránti ellenszem. Szerintem ez kevés lesz alternatív politikának, és kevés lesz jövőképhez. Lehet, hogy erre időközben ők is rá fognak jönni. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Dömötör Csaba, magyar parlament tagja, parlamenti államtitkára, a miniszterelnöki hivatalnak miniszter helyettese is volt stúdiónk vendége, bízom benne, hamarosan viszont látjuk. Köszönöm. Előzetesek és már is a Fővárosi Levéltár tudományos szakmai főigazgató helyettese lesz a vendégünk, és egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélni. Tartsanak velünk!